Köszöntöm nézőinket! Önök a Kultúrszoba című magazinunkat látják, Gimót Éva vagyok. Húsvéti díszben áll Paks felújított tere, az Atomtér, melyet Paksváros önkormányzatának jóvoltából óriás tojások és tojásfák díszítenek. A paksi kertbarátok tagjai a város körforgójánál természetes anyagokból varázsoltak ünnepi hangulatot a köztérre. A húsvéti dekorációval kapcsolatban fotópályázatot is indítottak a lakosság körében. Ünnepi díszbe öltözött Paks. Tojásfák, óriás tojások, nyuszik kosárban, ezekkel az installációkkal varázsoltak húsvéti hangulatot az újonnan felújított Atomtérre. A Paksi Képtár és a Városi Múzeum dolgozói festették ki az óriás tojásokat, míg a tojásfákat a lakosság által leadott hímes tojásokból díszítették. Van közöttük festett, ragasztott, horgolt, mese és népi motivumokkal ellátott színes tojás. Hát minden nap szoktunk erre sétálni, mert mióta elkészült ez a tér, ez nagyon tetszik nekünk, és a dekoráció is, már a karácsony is tetszett, és ez a húsvéti is. Mi is készítettünk egy tojást rá, amit ugye nem tudtunk leadni időbe, ezért pont gondoltuk, hogy elhozzuk, és csak úgy felcsempészük. Otthon is minden évben feldíszítjük a lakást minden ünnepre, most is, sőt egyre több tojást készítünk, ezért most már nem egy tojásfánk van otthon, hanem kettő. Úgyhogy nagyon tetszik. Már kellett, hogy a városnak ilyen legyen. Nagyon tetszik. Főleg láttuk, hogy most lent is van a kertbarátukért, oda holnap szeretnénk menni megnézni. Úgyhogy feltölt bennünket ezután, az idő után nagyon kell. Úgyhogy minden nap jövünk és sétálunk, teszünk itt nagy kört, és végignézzük, hogy mit írtak a tojásokra az óvodások, mindig megcsodáljuk. És mindig találunk olyat, amit előtte nem láttuk. Nekünk mindennapos program, hogy meglátogatjuk. A Gyuszkó kifejezetten élvezi ezt az új dekorációt. Őszintén szólva néha egy kicsit túlságosan is, úgyhogy tegnap némileg meg is bontottuk az egyiket. Én gyerekkoromban sokat jártam erre, mert itt nőttem föl, és nagyon örültem annak, hogy most a Gyuszkó gyerekkorára teljesen megújult ez a tér. Hát meglepetés volt számunkra ez a dekoráció, de nagyon örülünk annak, hogyha időnként ilyen meglepetés éri a családokat, mert nagy öröm kihozni a gyerekeket. Úgyhogy napjában egyszer-kétszer, hogyha engedi az időjárás, vagy a fiatal úrnak a kedve, akkor legalább egy kört teszünk. Önmagában már a méretek, a színek, a formák lázba hozzák, úgyhogy láthatóan nagyon sokat dolgoztak, akik elkészítették jó minőségben, nagyon szépen, úgyhogy ezúton is köszönet nekik, mert nekünk nagy örömet okoztak. A Paksi Kertbarátok Egyesület tagjai a körforgónál is húsvéti hangulatot varázsoltak kompozíciójukkal a város közterületére. Ők csak természetes anyagokat használtak. A Kertbarát Egyesület igazából már 2 évvel ezelőtt is foglalkozott ezzel a húsvéti előkészületeke a Kertbarát Egyesület előtt lévő kiskertünkben. Mind a 2 év alatt készítettünk húsvéti kompozíciókat, és bennünk volt az, hogy a város más közterületeire is esetleg elhelyezünk ilyen díszítéseket meglepetésként a lakosságnak, és most jött el igazából ez az idő, amikor a polgármesteri hivatal és a Turinformon keresztül felvettük a kapcsolatot, mikor meghirdették ugye az Atomtérre a húsvéti dekorációt, hogy az önkormányzat ugye hatalmas húsvéti tojásokat helyezett ott el, és ehhez kapcsolódtunk mi is, hogy akkor oda is a fából készült festett nyuszikat helyeztünk el a nagy tojások mellé, és így volt az a kezdeményezés, hogy az Atomtér mellett ide a lenti városrészbe is helyezzünk el egy kis húsvéti kompozíciót. Ez igazából a húsvéti jelképeket hozza, a nyuszi, a virágok, a barka, és igazából, ha úgy megnézzük, tehát a vödör, a kanna, ami a locsolás jelképe volt régen, ezeket is itt meg lehet találni. Tulajdonképpen ezek a fakorongok,
amiken a nagy nyuszikat láttok, ezek már 2 éve ott száradnak, és várják a klubnak a folyosóján, és várták azt, hogy adott esetben majd felhasználjuk valamire. És most volt itt az alkalom, hogy a nyuszikat ráfestik a lányok. Tehát a Kertbarát Egyesületben van több olyan ügyeskező és kreatív kertbarátunk, aki a festéshez is nagyon nagy affinitása van, és ővelük csináltuk ezeket. 5-6 emberről van szó, mert pont a pandémiás helyzet miatt nem szabad ugye összejönnünk, és ezek egy részét otthon készítették el, és akkor, amikor a festés és a közös megbeszélés volt, hogy akkor hogy képzeljük, akkor volt bent a klubunkban az összejövetel, de akkor is csak 5-6 ember vett ezen részt. Paksváros önkormányzata a húsvéti dekorációval kapcsolatban fotópályázatot is indított a lakosság körében. A 325-ben először összehívott Níceai zsinat alkalmával határozták meg, hogy a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő holttölte utáni első vasárnap lesz húsvét ünnepe. Ez az ünnep az, amelyben leginkább összefonódnak az egyházi és világi természeti hagyományok. Megjelenik benne a tűz és a víz, és vezérgondolatként a megtisztulás, a rend és a megújulás. Mára a hagyományok jelentős része eltűnőben van, pedig népcsoportonként és vidékenként sok-sok hagyomány élt. A húsvét és a nagy hét számos szokást hordozott magában. Ez az az ünnep, amelyben leginkább összefonódnak az egyházi és világi természeti hagyományok. Sajnos ezek jelentős része eltűnőben van, pedig népcsoportonként és vidékenként sok-sok szokás élt, melyek minden húsvéti naphoz külön-külön kialakultak. Ez is mutatja, hogy a húsvét a keresztény hit egyik legjelentősebb ünnepe. Megvannak az általános szokások, amiket tudunk a húsvétról, meg általában mik a fő jellemzői, de azonban népcsoportonként vagy településenként is voltak apró eltérések ezekben a szokásokban. És ugye ami általánosságban húsvétről tudni kell, ugye ez egy mozgó ünnep, nem minden évben ugyanakkor van ugye. Ezt úgy határozták meg a 325-ös níceai zsinaton, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő, ez a tavaszi napi egyenlőség ugye ez március 21-e, tehát az azt követő holttölte utáni első vasárnap, és ebből adódik az az ingadozás, hogy hol korábban, hol később van. Igazából virágvasárnap az, amivel kezdetét veszi a húsvét is, meg a nagy hét is, ugye, ami azt követi. Ugye a virágvasárnapon a templomokban ugye a Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékeznek. Például itt is megjelenik az, hogy ugye meg az egész húsvétban, talán a keresztény ünnepek között a legjobban van jelen az, hogy az egyházi szokások úgymond leszivárogtak a hétköznapi dolgokba, meg a népszokásokba, meg hogy a vallási hagyomány ugye keveredik a természethez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal, ugye húsvétkor elég erőteljesen megjelenik a tavasz is, vagy a növényvilágnak az újjáéledése és a szokásokban, vagy a rituálékban. Ugye már a korai kereszténység időszakából ismert az, hogy a virágvasárnapi alkalmakon pálmát szenteltek a templomokban. Ugye a Biblia szerint, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, pálmaágakkal szórták föl az utat, és azt tartottak az emberek a kezükbe, ebből jön ez a szokás, és ugye nálunk nem lévén pálmaág, itt a barka képezte ezt a szentelményt. Csak a katolikusok szenteltek barkát. Van olyan vidék, ahol nem vitték be a házba, hanem az udvaron vagy a rag alatt tartották, hogy védje a házat, megóvjon a betegségtől, vagy óvja a házi állatokat. És van, ahol éppen a házban volt a helye a szentelt barkának. Volt olyan település, például Siolgárd, Pári, ahol azt tartották, hogy bevinni a házba nem szabad a templomból haza, hogy szentelt barkát, hanem például a tetőn a rag alá betűzték, vagy az istállóajtóhoz, és akkor különféle rontóvédő funkciót tulajdonítottak neki, hogy a vihartól megvédte a házat, nem csapott bele a villám, vagy nem verte a jégeső a házat, az állatok nem betegedtek meg, vagy a tűztől védte a
házat, betegségtől védte az embereket. De például voltak olyan helyek, mint például Várdomból, meg a házba tartották a szentelt barkát, vagy sok esetben még vittek a temetőbe és a halottaik sírjára is egy ilyen emlék rítusként. A húsvétban egyszerre jelen van a tűz és a víz. Már virágvasárnap hajnalán szokásban volt a harmadszedés, de a locsolkodás is a víz elemeihez köthető, ami a megtisztulást jelképezi. A húsvét legfőbb gondolata ez, az újrakezdés, a megtisztulás. És ezt jelképezi a tűz is, aminek hamuját ugyancsak a rontás előzésére használták. A nagypénteki szokásokban is megjelenik például a víznek a szerepe. Például azt tartották, hogy aki nagypénteken hajnalban napfelkeltéig megmosakszik, azt egész évben elkerülik a betegségek, de például vannak olyan feljegyzések a sárközből, hogy még a Duna szabályozás előtt, amikor nem a földművelés, hanem az állattartás volt a fő megélhetési forrás, akkor a lovakat a határban lévő természetes vízfolyásokban nagypéntek hajnalban megfürdették, hogy ne. Vagy ha nem is fürdették, csak áthajtották a vizen, hogy jelképesen, hogy megvédje egész évben a betegségtől az állatokat. De például országszerte, meg Tolna megyében is jelen volt az a szokás, hogy különféle beavatkozásokat nagypénteken végeztek el az állatokon, például a billogozást, vagy a herélést, vagy a farkalást. Azt tartották, hogy ilyenkor sokkal könnyebben átesik rajta az állat ezeken a dolgokon. Nagy szombaton pedig a vízhez hasonlatosan a tűz jelenik meg egy ilyen rituális elemként. Ugye a katolikusok tűzszentelést szoktak tartani, a templom mellett szoktak tüzet rakni, és ennek a hamujához, meg a visszamaradt faszénhez a hívek különféle hiedelmeket társítottak. Ugye szoktak belőle hazavinni a hamuból is, a faszénből is, például a hamut vagy a faszenet a határba a földre szoktak valamennyit szórni, hogy a jégesőtől, viharoktól megvédje a termést, az állatoknak az itatóvizébe szoktak rakni, de volt olyan hely is, ahol azt csinálták, hogy egész évre raktak félre a faszénből, és akkor, hogyha nyáron, vagy hát olyan időszakban, vagy évszakokban, amikor viharok jöhetnek, hogyha úgy látták, hogy esetleg vihar közeledik, akkor ebből a faszénből dobtak egy darabot a tűzre, a tűzhelyre, és akkor úgy tartották, hogy ettől elkerüli a házukat a vihar. És hát igazából volt gyógyító funkciója, és ennek például a bukovinai székelyeknél jegyezték fel azt, hogy a faszenet összetörték zsírral, összekeverték, és akkor az kenőcsként különféle kelésekre, zúzódásokra használták. A húsvét minden kétséget kizáróan leginkább ismert jelképe a tojás. Ez is egy igazából egy ősi motívum. A tojás igazából az újjászületésnek, vagy az új életnek is a jelképe. Most az érdekesség, ugye, hogy ez a tojásnak ez a húsvétkor is tapasztalható funkció igazából nagyjából itt a Kárpát-medencéig maradt meg, tehát Kelet-Közép-Európában maradt meg, nyugaton annyira már nem jellemző, mint itt ezen a részen. És hát például ez a tojásfestés is, az is egy ősi, több ezer éves hát, szokás, például már a perzsáknál vannak róla emlékek, hogy a tavaszi napi egyenlőség ünnepére festették a tojásokat, és azokat adományozták egymásnak. Például ilyen tojásajándékozás megmaradt vára alján, hogy a húsvét délután istentisztelet után a keresztülők, a kereszt gyerekeiknek hímes tojást adtak például ajándékba. De például a tojásnak volt, vagy van egyfajta áldozati jellege is a népszokásokban, például az ortodoxoknál. Az volt a szokás, hogy koldusoknak vagy szegény gyerekeknek adtak tojásokat ilyenkor húsvétkor, és akkor igazából az volt a úgymond elvárás a tojásokért cserébe, hogy a családnak, a család halottainak a lelki üdvéért imádkozzanak ezek a megajándékozott személyek. Bár a hagyományok az élet modernizálódásával eltűntek vagy átalakulóban vannak, a valláshoz köthetők azért megmaradtak. Az ételszentelés hagyománya is fellelhető időnként, mint ahogy az Emmaus járás húsvét hétfői szokása is megmaradt vidékenként.
A világi körökben talán a locsolkodás mellett a tojásfestés az, amely még létezik. 9 éves korában kezdett el írni, ami azóta a szenvedélyévé vált. Dalszövegeket, verseket, novellákat vésett elő papírra, majd a kor előre haladtával elektronikai eszközeibe. Mára első regénye is elkészült, most a könyv kiadásán dolgozik. Ismerjék meg a bátaszéki származású Magyar Annát. Magyar Anna kiskorától kezdve érdeklődött az írás iránt. Először dalszövegeket vetett papírra, majd jöttek a novellák, az első kézirat és végül a versek. Az egyik legismertebb közösségi oldalon publikálta néhány alkotását, amik egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Az egész úgy kezdődött, hogy volt egy nagyon jó barátnőm, és eldöntöttük, hogy most együtt fogunk regényt írni. Ugyanazok a szereplők, csak megír ő is a saját történetét, meg én is a sajátomat. És igazából így kezdődött egy csomó ideig. Semmit nem fejeztem be, tehát egyik történetet sem fejeztem be. Meg hát nyilván körülbelül olyan voltam, mint egy 9 éves gyerektől el lehet várni. De igazából így kezdődött a versek, meg úgy, hogy úgy döntöttem, hogy ez tök jó ötlet lenne most verseket írni, és akkor verseket írtam. A dal volt a legelső, az volt olyan második utáni nyáron. Nagyon gagyi volt, tényleg egy-két ilyen apró mozzanatra emlékszem, és a fele angol volt, pedig nem beszéltem angolul, csak ez mindenhonnan, amikor azt hallja az ember. De az egész család nagyon boldog volt, mert azt énekeltem egészen. A pillanat, amikor alkotásait másoknak is megmutatta, az egyetemi évei alatt jött el. Akkor már kezdte komolyabban menni az íráshoz kapcsolódó szenvedélyét. Ott egy darabig csináltam egy blogot, azt nem bajtam, és ott kezdtem el igazából másoknak, nem csak annak a 2-3 embernek megmutatni azokat, amiket írok. Meg nem tudom, a gimnáziumban ez nagyon ilyen fluktuáló volt igazából, tehát volt, hogy hónapokig nem írtam semmit, aztán írtam 2-3 verset, megint hónapokig semmit. Az egyetemen kezdett valahogy sokkal rendszeresebb lenni az egész. Hát nyilván ott azért már gyűlt több élettapasztalat, amiből lehetett ihletet meríteni. És igazából akkor mondjuk még inkább csak a versek, tehát akkor csak azt írtam, más nem. Aztán miután végeztem az egyetemen, akkor megírtam egy egész regényt, tehát egy teljes kész kézirat van ott, meg akkor kezdtem el, akkor elkezdtem gitározni, és akkor elkezdtem a dalszövegeket megint írni, megcsinálni rá éneket, valami nagyon kis könnyű gitárt, amit el tudok játszani. Úgyhogy igazából tényleg az, hogy ott lett, ez egy rendszeres dolog. Tanulmányait és munkáját tekintve az egészségügy keretein belül helyezkedett el. Azt mondja megnyugtató, hogy van egy stabil végzettsége. Dietetikusként dolgozik, de a szenvedélye mindig is az írás marad. A dietetika egy dolog, amit szeretek, amiből azért valamennyire meg lehet élni, amennyire mondjuk egy egészségügyi dologból, szakmából meg lehet. El vagyok vele, szeretek benne azért fejlődni, de messze nem ez a dolog, ami a legjobban megmozgat, hanem ez mindig az írás, ez mindig is így volt, és ez valószínűleg mindig is így lesz, de hát íróként Magyarországon tényleg megélni, az nem igazán lehetséges, úgymond. Úgyhogy a dietetika egy olyan dolog, amit szeretek csinálni, és amit le tudok tenni, és hazamegyek, és tudok mással foglalkozni, és nem kell otthon görcsölnöm rajta, és tudok azzal foglalkozni, amit tényleg a szívem csücske. A kezdeti próbálkozások végül kifizetődtek. A hosszú munka gyümölcse egy befejezett könyv lett. Igazából ez 5 különálló történet, tehát olyan, mint a 5 novella lenne, csak a szereplők mind ismerik egymást, összefüggnek, időben folytatólagos, és tulajdonképpen ez nagyjából egy ilyen Young Adult regény, tehát és annak a felső határa, tehát mondjuk ez a 16-tól 20 éves korig körülbelül, és a baráti körnek a problémái dolgozza fel, tehát nyilván szerelem, gyász, étkezési zavarok, bántalmazás, tehát minden, ami... Ugye mindenkinek más a történet, és így viszonylag sokat bele lehetett vinni. Ezt egyébként be is küldtem a könyvműképző kiadónak. Van minden évben egy pályázata, az aranymosás. És oda be is küldtem, és át is jutottam az előszűrőn, ahol végül kiestem azért, mert nem egy teljes összefüggő történet. Tehát hiába függ össze, igazából lehet őket különálló novellaként kezelni, mert 5 dramaturgiai van, és nem egy. Úgyhogy azóta írtam még egyet, ahol amúgy majdnem karakterszámra majdnem pont ugyanannyi lett, mint a másik. És az 3 szemszög, és ott is van 3 ív, de van egy nagy ív, ami az egészet felöleli. Ezt idén, vagy hát tavaly
fejeztem be, de sajnos elmaradt az aranymosás, mert ugye hát a könyvpiac is kicsit megsínlette ezt az egész Covid dolgot, úgyhogy az egyelőre ilyen a fiókban, aztán majd most voltam, a könyvmagyarképzőnek vannak ilyen íróiskolái, ilyen 8-7-es kurzusok, és egy ilyenen részt vettem, meg idén is tervezek egyet, mert Jangodátra szerettem volna menni, az sajnos nem volt, úgyhogy másikra mentem, de idén lesz elvileg, úgyhogy idén tudok rá menni, és hát ott nyilván azért az ember összeszed tudást, ma minden jól megy. Igazából ezek olyan dolgok voltak, amikkel tisztában voltam, csak ha nem lép senki az ember sarkára, akkor nem feltétlenül gyakorolja őket. Itt viszont ugye egy szerkesztő olvasta mindent, amit írtunk, és ő ellenőrizte, ő adott visszajelzést, úgyhogy igazából az a tervem, hogy ezt a második kéziratot, ezt az alapján majd kicsit átszabom, meg átnézem, és majd így, ha idén lesz aranymosás, akkor oda beadni, ha nem, akkor pedig nézek más pályázatokat, csak alapvetően a könyvmagyarképző az, ahol a legjobban beillik az, amit csinálok. Néhány művész még a hagyományos kézírás részesíti előnyben, a legtöbben viszont már átértek az elektronikai cikkek nyújtotta lehetőségekhez. Általában Anna is modern eszközökhöz folyamodik az írás során. Általában, ha nem regényről van szó, akkor telefonon. Mert az, ami mindig nálam, az könnyen elérhető, az gyors, és akkor ezt szoktam számítógépre általában elküldöm magamnak messengeren, és onnan kimásolgatom. Regényt azt nyilván számítógépen, papíron szinte sosem írok. Nem szeretek, nem írok szépen, sosem írtam szépen. És az a baj, hogy általában sokkal gyorsabban gondolkozom, mint ahogy azt papírra tudnám vetni, úgyhogy a vége egy olvashatatlan. Nagyobb tervei és céljai még megvalósításra várnak, de bizakodó a jövőt illetően. Lezártam a versekbe egy szakaszt egészen 2013-4-től induló szakaszt, így 2020-ba, és azt össze is raktam nagyjából egy kötetté. Úgyhogy most az a tervem, ezeket beküldtem pár kiadóhoz, hát meglátjuk, én nyilván nem adok neki sok esélyt, mert alapvetően szeretik a kiadók, hogyha a folyóiratokban az ember jelen van, én pedig oda nem pályázok sosem, mert én sem olvasok nagyon folyóiratokat, szóval kicsit ilyen visszásnak érezném, ha közben megnyomatnám nekik a dolgaimat. Hogyha nem találok kiadót, akkor pedig az a tervem, hogy ugyancsak így PDF-ben, de hogy interneten terjeszteni az Instagramomon keresztül. A cél az, hogy legyen kiadva valami így kézzelfoghatóba, azt nagyon szeretném egyszer, akár nem, igazából regényt is és verses kötetet is, szóval ne adjuk a láb, ha célokról beszélünk. Ez mondjuk nagy cél. A cél, hogy sokan olvassanak és szeressék, amit csinálok, mert igazából én végső soron két dolog miatt szoktam írni, vagy azért, hogy magamból kiírjak valamit terápiás jelleggel, és ez mondjuk nagyon sokat segít egyébként bizonyos történéseknek a feldolgozásában, vagy azért, hogy másoknak segítsek. Nagyon sokszor írom meg mások történetét, amit ők mondjuk elmesélnek, de nem mindenki bánik annyira jól a szavakkal, hogy tényleg el tudja mondani, vagy másoknak elmesélni, és akkor ezt dolgozom fel igazából. A nagy siker tehát még várat magára, de ilyen kitartás mellett hamarosan megvalósulhat. Közeleg a húsvét, de a kulturális intézmények nem szervezhetnek kulturális programokat. A szekszádi Babits Mihály Művelődési Ház dolgozói azonban ezt nem hagyták annyiban. Több online programmal várják az érdeklődőket a hosszú hétvégén közösségi oldalukon. Passiójáték, tojásfestés, néptánc és a gyerekeknek szóló báb előadások sem maradhatnak el. Feldíszítve áll mindenki tojásfája a Babits Mihály Kulturális Központ előtt. Az igazgató azt mondja, nagy sikert aratott a kezdeményezés. Számos óvoda, iskola és egyéb szervezetek is éltek a díszek leadásának lehetőségével. Berlinger Attila úgy nyilatkozott, ez a színes folt reményt adhat az embereknek abban, hogy hamarosan minden újra a régi lehet. Bár most oltópontként működnek, a kulturális intézmény munkatársai a pandémia alatt sem feledkeznek meg az országos ünnepekről. Közeleg a húsvét. Akármennyire is zárva vagyunk, hasonlóan az előző hónapok programjaihoz, most is online térben azért nem akarjuk elfelejteni ezt a csodálatos és nagyszerű ünnepet, amely egyben ugye vallási és állami ünnep is.
Szeretnénk itt is különböző programokkal és műsorokkal kedveskedni a húsvétkor sajnos otthon és inkább zárt térben tartózkodó állampolgároknak. Egy nagypénteki János Passiót szeretnénk levetíteni péntek este 6 órától az online felületeinken. Ez egy 2016-os felvétel, amely a bátaszéki Nagyboldogasszony római katolikus plébánia templomban készült. Ebből láthatnak most egy kis ízelítőt. Az archív felvétel Jézus szenvedésének történetét meséli el, az utolsó vacsorától egészen a temetéséig. És amikor arra a helyre értek, amelynek koponya hely a neve, keresztre feszítették Jézus, és ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Akkor így szólt Jézus. A nézők megszokhatták már, hogy szombaton mindig koncertet közvetítenek a Babics közösségi oldalán, a húsvét miatt azonban most más lesz a program. Szombaton este 6 órától pedig már egy húsvéti összeállítással fogjuk szeretettel várni a nézőinket. Itt a Babics stábja picikét körüljárta a húsvét kérdését, ellátogatunk Bátára, ahol a tojásfestésnek a művészetéről forgattunk egy nagyon klassz kis anyagot. Vasárnap és hétfő a gyerekeké lesz. Reggel 10 órától bábjátékot vetítenek az online térben. Mind a két program a Siogárdi Fecske bábcsoportnak a műsora lesz. Az egyiket vasárnap, a másikat hétfőn vetítjük. Ezekről tudni kell, hogy ezek országos fesztiválokon aranyminősítést szerzett programok, műsorok. Tehát az egész országban hatalmas sikerrel vetített és fogadott játékos műsorok voltak. Sokszor mondtam már, de nem hallgatsz végig. Hát most ülj ide mellém és figyelj! Próbálunk az oltópont mellett, ami ugye mindenkinek fontos, természetesen a kultúráért is tenni, amennyit csak tudunk, és várjuk együtt a nyitást. Addig is kísérjék figyelemmel a Babics Mihály Kulturális Központ Facebook oldalát, ahol színes programmal várják az érdeklődőket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!